Kíváncsi gyerkőcök, mosolygó szülők, megint számos érdekességgel és közel 10 kísérleti bemutatóval várta a Mobilis a győrieket, hiszen szombaton az első 200 látogató ingyen, a többiek pedig kedvezményes jegy ellenében léphettek be az interaktív kiállítási központba. Ugyanis a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai Állampolgárok Éve alkalmából elindította az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja nevű programját, és hazánk 30 kiválasztott projektje közé került a Mobilis, mely szintén uniós forrásból valósult meg. Nagy büszkeség Győr városának az, hogy a 30 kiemelt projektbe bekerült a Mobilis interaktív kiállítási központ. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kezdeményezés, egy olyan beruházás volt Győr városában, amely nem csak a turizmusnak, hanem különösen és kiemelten a munkaerőpiaci átalakulásra való felkészülésnek is komoly segítséget nyújt, hiszen itt azt hiszem, hogy Győrben most már egy életpályát tudunk kínálni mindenkinek, azoknak, akik esetleg a műszaki tudományok területén szeretnének majd elhelyezkedni. Gyermekkorban eljöhetnek ide a Mobilisbe, szakképzésünk az kiváló színvonalú, és van egy kiváló egyetemünk. Az uniós fejlesztések nyílt napján sajtótájékoztató keretében is beszámoltak a Mobilis elkövetkező időszakáról, amely továbbra is szem előtt tartja a tehetségek felkutatását és a tehetséggondozást. 11 oktatási intézménnyel állnak kapcsolatban, szakköröket tartanak, sőt az egyetemistáknak demonstrátori munka mellett szakdolgozat témákat is ajánlanak. Ráadásul az interaktív kiállítási központ március 15-én ünnepli fennállásának első évfordulóját. Március 15-ét egy születésnapi bulival ünnepeljük meg 15-én, egy rendkívül jelentős, ismételten egy 50%-os kedvezménnyel biztosítunk a látogatók számára, illetve a következő napokon szombat-vasárnap 30%-os kedvezménnyel tudnak benézni hozzánk, kipróbálni azokat a játékokat. Ugye a szombati napon kicsit mögé megyünk a havi tematikánknak, és különleges kísérletekkel várjuk a tavaszi szél vizet áraszt mottóval fémjelzett hónapban a látogatókat. A Mobilis tavasszal további programokkal várja az érdeklődőket, hiszen a gyesebbek közösen életre hívott rajzpályázatuk mellett régi gépkocsik kapnak elektromos meghajtást, melyet a kamerák is nyomon követnek majd. Ezen kívül pedig Science Picnickel is készülnek, amely az egész Észak-Dunántúlt és a Felvidéket is behálózza.